Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai evangéliumban Jézus egyfajta feszültséget akar elénk állítani, a szegény Lázár, illetve a gazdag között. Nem indok nélkül, céltalanul teszi ezt, hanem azért, hogy egyértelműen tudjuk látni, mi a mi örök célunk. Örök célunk, hogy megérkezzünk a mennyek országába, hogy tudjuk megtapasztalni a e föld életben a szegénységnek vagy a nélkülözésnek is a funkcióját, hogy észre tudjuk venni Isten milyen gazdagságot készít mindannyiunk számára, amennyiben valóban szeretettel, őszinteséggel és kedvességgel ragaszkodunk hozzá. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak. Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözött, és minden nap dúsan lakmározott. Volt egy lázár nevű koldus is. Ez ott feküdt a gazdag kapuja előtt, tele fekéjjel. Szívesen jól lakott volna az ételmaradékból, amely a gazdag ember asztaláról lehullott de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt föltekintett, meglátta messziről Ábrahámot, és a kebelén Lázárt. Felkiáltott. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam! Küld el Lázárt, hogy új hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam, felelt Ábrahám, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben. Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig oda át gyötrődöl. Azon felül köztünk és köztetek nagy szakadék tátunk, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám, kiáltotta újra, küld el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tezen, tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is idejussanak a gyötrelem helyére. Ábrahám ezt felelte. Van Mózesük, és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak. Ám az erősködött, nem teszik atyám Ábrahám. De ha valaki a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így felelt. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretet, testvéreim, a mai evangéliumban hallhattuk ezt a feszültséget a gazdag ember és a szegény Lázár között. Ez a feszültség alapvetően egy egzisztenciális elkülönülésből vagyis a gazdag embernek, úgymond a javakban való bővelkedéséből, illetve a szegény lázárnak. Az egyszerű, nélkülöző, úgymond minden vagyont birtokolni, képtelen állapotából indul ki. És ebben a feszültségben találkozunk azzal a megközelítéssel, hogy Jézus mégis arról beszél, hogy a szegény lázár az, akit Ábrahám kebelére visznek az angyalok. És a gazdag pedig a pokolba kerül. Ez az egzisztenciális megközelítés alapvetően nem feltétlenül magából a vagyonban való gazdagodásból fakad, hanem sokkal inkább egyfajta olyan magatartásból, amely ebből a gazdagságból, mint a lehetőség, úgymond fakadhat. Ez a magatartás pedig az, hogy a gazdag ember képtelen észrevenni Lázárt, képtelen észrevenni a nélkülözőt, képtelen fölismerni, hogy valaki, akin segíthetne, ott van az ajtója előtt. És éppen ezért kitaszítja őt az életéből. Szeretetlen. Lázár, aki ott van az ajtó előtt viszont, megtapasztalja azt, hogy miközben ő vágyódik, akár a gazdag emberrel való közösségre, ő vágyódik a legnagyobb kincsre is, arra, hogy Ábrahám kebelére kerüljön, vagyis a mennyek országára. Számára nincs semmi, ami oda láncolná, megkötözné, hogy a földi életben való vagyonhoz, kincsekhez, vagy éppen birtokolt javakhoz ragaszkodjon. Számára az egyetlen út az örökké valóságba vezet. És amikor mi a saját életünkben megkérdezzük magunkat, hogy mi tudunk-e szegény lázárként gondolkodni, ez nem csupán egzisztenciális javakat jelent. Tehát ez nem az a mérő fokja ennek, hogy valaki megvizsgálja a saját bankszámláját, és igen, hogyha az én bankszámlámnak az egyenlege nulla, akkor bekerülök a mennyek országába, ha már az én bankszámlámon 100 000 forint van, akkor már a pokolba kerülök. Nem ez a fokmérője, hanem alapvetően az, hogy akarunk-e közösségben lenni egymással. Erre a közösségre hív meg bennünket nyilvánvalóan Krisztus, hogy tudjuk fölismerni, hogy összetartozunk. Hogy nem csupán étel maradékot szán mindannyiunknak, hanem az örök élet kenyerét. Lázár jól lakott volna az étel maradékkal is, de abból sem adtak neki. Krisztus viszont meghív bennünket, hogy az eukarisztia kenyeréből táplálkozzunk mindannyian. Ebben az évben az eukarisztikus kongresszusra is készülünk, amely nyilvánvalóan közösségbe gyűjti a különböző plébániákon jelenlévő hívőket, a gyermekeket, akik például első áldozásra készülnek, vagy akár azokat a felnőtteket is, akiket már felnőttként keresztelnek meg, is úgy szeretnének a szentáldozáshoz járulni, összeköti az ország legtávolabbi, vagy éppen a világ másik részén élő embereknek a különböző csoportosulásait, és akarja megtapasztaltatni velünk, hogy Krisztus táplál bennünket. Nem étel maradékot ad nekünk, hanem az ő lakomájából juttat mindannyiunk számára. És nyilvánvalóan ebben a lakomában való részesedésünk erősödik azáltal, hogyha meg tudjuk élni azt, hogy mi beengedjük az ajtónkon azt, akinek szüksége van arra, amit mi adni tudunk számára. Itt hangsúlyos nyilván az is, hogy ki kell nyitni az ajtót azok számára, akik messziről érkeznek, mert szeretnék megtapasztalni ezt a közösséget. Meg kell nyitnunk az ajtót, akár olyan helyzetekben is, amikor a számunkra úgymond azt jelenti, hogy valamilyen módon ebből egzisztenciális, úgymond veszteségünk származik. És nyilvánvalóan jelenti azt a fajta közösséget is, amely az egyházban való közösségünket jelenti. Hogy egy helyen lesznek majd Budapesten azok a püspökök, akik szerte a világban akarják megtapasztalni az eukarisztiát is, remélünk persze abban is, hogy a Szent való közösséget is megtapasztalhatjuk. Az oltári szentségben való táplálkozással kiegészítve. Krisztus egy asztalhoz hív bennünket. Oda hív bennünket, hogy találkozzunk vele. Hogy valójában a szeretet kössön össze mindannyiunkat. Hogy ne elválasszon bennünket, hogy milyen ajtó csukódik be és zárja ki szegény Lázárt a mi életünkből. Az örökké valóságban már nem lesz lehetőségünk azt a szakadékot átlépnünk, amely a pokol és az üdvösség között húzódik. Itt viszont van lehetőségünk oda lépni azok felé, akik még nélkülözik Isten szeretetét. Tanúságot tenni, akár ami mi szeretett cselekedeteink, ami imátságaink, ami kedvességünk által. Legyen számunkra tehát meghívás a nagybőjt időszak arra, hogy tudjunk növekedni a szeretetben, és nagy szeretettel nyissuk meg szívünket azok számára, akik akarnak találkozni Krisztussal és velünk.